Az agyunk az egyik legkomplexebb része a testünknek. Elképesztő irányító központként üzemel és mérhetetlen mennyiségű információt küld, és dolgoz fel nap, mint nap. Működésével kapcsolatban még mai napig számos rejtély áll fenn, azonban léteznek már olyan területek, ahol elképesztő áttöréseket értek el a kutatók. Videónkban most az agyunk 13 érdekes és megkökkentő tulajdonsága kerül bemutatásra, amiket garantáltan nem ismertél korábban. Agyunk nem képes multitaskingra. A mai rohanó világunkban egyre több mindenre próbáljuk fordítani figyelmünket egyidejűleg, ami megalkotta a multitasking fogalmát is. Az igazság az, hogy multitasking nem létezik. Amikor úgy gondoljuk, hogy egyszerre több dologra figyelünk, valójában csak annyi történik, hogy agyunk fókuszt vált folyamatosan a feladatok között. Ez megteremti a párhuzamos munkavégzés illúzióját, azonban épp az ellenkezője valósul meg. Kutatások már több alkalommal is felhívták a figyelmet, hogy a multitaskingot végzők körében nagyjából 50%-kal nagyobb a hiba arány lehetősége, és a feladatokat is dupla annyi idő alatt végzik el szemben azokkal, akik egyidejűleg csak egy feladatra koncentrálnak. Egy felnőtt agya nagyjából 1,36 kg. Az agyunk súlyának 85%-át a nagy agy teszi ki, míg az agy teljes tömege az emberi test körülbelül 2%-a agyunk szerkezetét úgy kell elképzelned, mint egy szilárd zselét. Érdekesség, hogy az eddig ismert legnehezebb agy tömegen nagyjából 2 kg volt, amit az orosz író Ivan Turgenyev esetében figyeltek meg, míg a legkisebb agy tömege csupán 1,09 kg volt, amit egy nőnél mértek. Agyunk körülbelül 75%-ban vízből áll. Az agyunk közel 3 negyede vízből áll, ezért is kiemelten fontos a rendszeres hidratálás a nap folyamán. A kiszáradás állapota drasztikusan csökkentheti agyunk hatékonyságát, ami negatív hatással lehet olyan területekre, mint a koncentráció vagy a memória. Röviden, ha te is szeretnéd biztosítani agyad maximális hatékonyságát, akkor mindenképpen figyelj oda a hidratálásodra. A fejfájásokat kémiai reakciók okozzák. A koponyát körülvevő idegekben és seregben, valamint a fej és a nyakizmaiban fellépő kémiai vegyületek elsődleges szerepet játszanak a különböző fejfájásokban. Sok esetben a tüneteket a szerotonin nevezetű hormon okozza, ami az idegsejtek kommunikációjához szükséges vegyi anyag. Amikor a testünkben a szerotonin vagy az ösztrogén szint megváltozik, úgy fejfájás és migrén léphet fel. A szerotonin a férfiakra és a nőkre egyaránt hatással lehet, míg az ingadozó ösztrogén szint csak a nőket érintheti. Pontosan ezért fordul elő, hogy a hölgyek esetében gyakrabban lépnek fel fejfájással kapcsolatos tünetek. Az emberi agy megközelítőleg 100 milliárd idegsejtet tartalmaz. Ez a szám nagyjából annyi, mint a tejútrendszer csillagainak a száma. Sőt, ezeket a neuronokat még több milliárd kapcsolat és szinapszis köti össze, amit a kutatók gyakran neveznek neuronerdőnek. Minden információ átszalad ezen a területen, minden, amire gondolunk, amit teszünk, vagy amit látunk. Ezek a neuronok különböző sebességgel mozgathatják az információkat, a leggyorsabb sebesség akár a 400 km per órát is elérheti. Téfit, hogy csupán agyunk 10%-át használjuk. Talán ez az egyik legnagyobb téfit, ami elterjedt, hogy agyunk csupán 10%-át használjuk. Ezt az állítást már több kutatás is megcáfolta, sőt, az is bizonyításra került, hogy csak az alvás során több mint az agyunk 10%-át használjuk. Bár az valóban igaz, hogy az agyunk nem minden területe aktív egyszerre. Azonban ahhoz már kétség sem fér hozzá, hogy az emberek jóval nagyobb részben használják az agyukat, mint ahogyan azt elsőre gondolták a kutatóvilágban. A koleszterink úgy fontosságú agyunk szempontjából. Az agyunk magasabb koleszterintartalommal rendelkezik, mint bármely más szervünk. Valójában a szervezetünk teljes koleszterin tartalmának nagyjából 25%-a az agyunkban koncentrálódik. Agyunk különleges koleszterin anyag cserével rendelkezik, mivel testünk megakadályozza, hogy az agyunk közvetlenül a vérből vegye fel a koleszterint, így saját magának kell előállítania. Érdekesség, hogy az agyban megtalálható koleszterin sokkal stabilabb, mint más szervekben, és amint lebomlik, szinte közvetlenül újra hasznosul új koleszterin formájában. Az álmok területen még mindig magyarázatra szorul. Az már köztudott, hogy a középső agy limbikus rendszere foglalkozik az érzelmekkel, mind az ébellét, mind az alvás ideje alatt. Ez a terület magában foglalja az amigdalát is, amely többnyire a félelemhez kapcsolódik, és különösen aktív az alvássáink során. Átlagosan egy este alatt 6-7 álmunk van, Azonban ezen a területen az agyunk államformálásával kapcsolatban még mindig számtalan felfedezésre váró terület áll rendelkezésre, így reméljük, hogy a jövőben többet is megtudhatunk az álmainkkal kapcsolatban. A rövid távú memória 20-30 másodpercig tart. Az agyunk a rövid távú memóriában tárolja azokat az információkat, amelyeket gyorsan hozzáférhetővé kell tennie. Ez az információ jellemzően kis mennyiségű. A legtöbb ember a memóriájában a számokat 7 másodpercig, míg a betűket 9 másodpercig képes tárolni. Külön érdekesség, hogy akár 7 számjegyet is képesek vagyunk megjegyezni egyszerre, többek között az Egyesült Államokban ezért álltak a telefonszámjegyek korábban 7 számjegyből. Agyunk nem érez fájdalmat. Hihetetlen, de az agyunk önmagában nem képes fájdalmat érezni, mivel nincsenek fájdalomreceptorai azonban az agyhártyában és a csonthártyában már megtalálhatóak ezek a receptorok. Pontosan ezért lehet olyan esetekről hallani, hogy az agyműtét közben a páciensek nem éreznek semmilyen fájdalmat. Agyunk egyre kisebbé válik az idő előre haladtával. Agyunk egészen a 40-es éveinkig fejlődik folyamatosan. Ez a fejlődés igazán egyedülállóvá teszi, nincs még egy olyan szerv az emberi testben, ami ilyen sokáig folyamatosan fejlődésen esik át. Azonban a 40-es éveinktől kezdve az agyunk zsugorodásnak indul, de ez nem arányos azzal a tényel, hogy emiatt kevésbé lennénk okosabbak. A kutatók egyenlőre semmilyen bizonyítékot nem találtak azzal a kapcsolatban, hogy a nagyobb agy okosabb lenne, mint a kisebb. Agyunk egy véletlen gondolatgenerátor. Egy 2005-ös kutatás az emberek napi gondolkodását vizsgálta és megállapította, hogy naponta 12 ezer-től egészen 60 ezer gondolat is megfordulhat az agyunkban. Továbbá az is bizonyításra került, hogy ezek a gondolatok 95%-ban pontosan ugyanazok, mint az előző napiak, és nagyjából 80%-ban negatívak. Ezek alapján kicsit sem meglepő, hogy miért is kap kiemelten fontos szerepet a mentális egészség témaköre napjainkban. Az agyunk nagy része zsírokból áll. Agyunk minimum 60% olyan zsírokból tevődik össze, mint az omega-3 és az omega-6, ezek a zsírok létfontosságú szerepet játszanak agyunk és egész testünk általános egészségének szempontjából. Feladataik közé tartozik többek között az agyunk sejtfalainak stabilizálása, a gyulladások csökkentése, illetve az immunrendszer működésének támogatása. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az agyunk az egyik legkomplexebb szervünk, ami még mindig számtalan titokzatosságot rejt magában, és remélhetőleg a közeljövőben a tudományos világ még több felfedezést fog tenni Működésével kapcsolatban. Ezzel most videónk végéhez érkeztünk, és ha tetszettek a meghökkentő tények az agyunkkal kapcsolatban, akkor kérlek ne felejtse dobni egy lájkot videónkra, iratkozz fel a csatornánkra, és bátran hozz meg barátaid között is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk.